Az idei témánk a napkeleti bölcsek története, ami ima héten kerül elő, és nem a karácsonyi ünnepnek az evangéliumaként, hiszen a karácsonyi ünnep evangéliumaként mindig arra az aktualitásra figyelünk, ami az ünnepnek a jellegzetességéből fakad, most pedig van lehetőségünk és alkalmunk tényleg átgondolni, hogy ennek az evangéliumnak, történetnek mi az üzenete korunk embere számára. Jönnek a napkeleti bölcsek, tehát tudós emberekről van szó, akik képzettek, tanultak, műveltek, és van egyfajta kultúrájuk, egyfajta életkilátásuk, hozzáállásuk, és ebbe az életbe szól bele az Isten az üzenetével, a csillaggal, és ezek az emberek időt szakítanak arra, hogy utána járjanak a csillag üzenetének. És érdekes módon minden különbözőségük a kultúrában, az érdekben, a gazdaságban és mindenféle megkülönböztetésben megosztó Jézus Krisztus közelében elmúlik. Vagy legalábbis másodlagossá, harmadlagossá válik, és ezek az emberek egyé tudnak lenni Krisztus hódolatában, imádatában és csodálatában. Más úton térnek vissza hazájukba, tehát nem más hazába mennek, nem kiszaladnak a világból, hazamennek, de más úton. És ez jelzi azt, hogy többek lettek, valamit kaptak. És ez az út, ez ma is történés, és ma is valóság, és ez az, amit szeretnénk megtapasztalni. Ugye mi gyakran találkozunk azzal a váddal, hogy mi az ökumenizmus hívői vagyunk. Az ökumenizmus gyakoroljuk, ami azt jelenti, hogy közösségben vagyunk, és azt keressük, ami közös, ami összeköt bennünket. És így tudunk találkozni Jézus Krisztusnál, az imahét alkalmával, testvéri felekezetek, és tudunk napnyugati emberekként, vagy közép-európai emberekként tovább menni Krisztussal, reménységben, békességben, derűben, és az életünknek a kiteljesedésében, az örök életre. Nagyon különleges ez a téma, amit a keresztény testvérek adtak nekünk erre az imahétre. És valóban a közösségről szól egyrészt, azt gondolom. Másodszorban pedig nem véletlen talán az, hogy éppen ez a karácsonyi történet talál meg bennünket, pont karácsony után, amikor mondhatjuk, hogy az egész világ, és abban talán minden emberi élet az útkeresés fázisában, vagy az útkeresés időszakában van, hiszen a körülöttünk lévő világesemények, amelyek nem hagytak bennünket érintetlenül, személyes drámákba is, tragédiákba is torkoltak, arra kényszerítenek és arra indítanak, hogy gondoljuk át újra, hogy honnan, hová tartunk, és melyek azok a dolgok, amelyek igazán fontosak. Azt gondolom, hogy az elmúlt időszak ezt nagyon szépen példázta számunkra, amikor személyes találkozásainkra nem volt lehetőség, de mindannyian éreztük talán, hogy éppen elég volt az, hogy csak gondolatban is tudjuk egymást hordozni, mi keresztények könyörgéseinkben, imádságokban, egymás kereső szavainkban, gondolatainkban, és így most érezzük igazán, hogy az az apró pici dolog, ami akkor olyan apró kis jelentéktelen dolognak tűnt talán mások számára, most mégis ezt a nagyot hozta el, és ezt a nagyot készítette el, hogy ebben az esztendőben újra együtt lehetünk, és együtt kereshetjük ezt a közösséget, kereshetjük közösen szavainkban, találkozásainkban az útkeresését ennek a mai embernek, a mai közösségeinknek. Ezek más esztendők 2020. márciusa óta itt Magyarországon, de mégis Isten megtartó kegyelme és szeretete ott van az életünkben. Próbálunk alkalmazkodni, sok minden átalakult az életünkbe. Ugyanakkor Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Ő nem alakul át, ő benne nincs változásnak árnyéka, ő most is király, az a csillag,
aki vezette a napkeleti bölcseket, az a csillag, aki fényforrás volt, és mind a mai napig az. Ő egy álló csillag. És aki feltekint az égre az ókorban, középkorban, hajósként, vándorként, az a sarcsillagból meg tudta állapítani, hogy jó irányba megy, vagy sem. Nos, Jézus Krisztusra a hit szemével és a Biblia kinyilatkoztatásával érdemes feltekinteni, hogy az ember a saját életében is megtapasztalja azt, hogy jó irányba megyek, ha lassabban is, mint 4-5-10 évvel ezelőtt, és ha jó irányba megyek, akkor vajon célba érek. Jézus Krisztus segít a célba érkezésbe. És tulajdonképpen így év elején, január hónapnak ezekben a napjaiban Isten szent lelke segít bennünket, hogy a cél felé tartsunk, segít bennünket, hogy megteljen a szívünk hálával és örömmel, hogy mások is a cél felé tartanak, és ugyanakkor a látásunkat is, a szellemi látásunkat is átmossa Jézus Krisztus ragyogó csillagfénye, mert rájövünk arra, hogy nem kell felekezeti sovinisztává válni, hogy csak mi és kizárólag mi, hanem látjuk, hogy a Krisztus hívők Krisztusban egyek tudnak lenni. És ez nagyon jó. Maradjon is így. Ökumenikus imahét alap igéjéhez kapcsolódva, amely ugye a napkeleti bölcsek érkezése, Krisztusnak szóló dicsérete, hódolata, és ennek is egyetlen egy mondata, ami a mai napra kijelölt igeszakasz, a Máté evangélium a második fejezetének harmadik verse, amikor pedig mindezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság lett urrá rajta és az egész Jeruzsálemen. Hogyha nyugtalan a király, zaklatott a nép, és terjednek a hírek, kósza gondolatok, mert mégiscsak erről van szó, amikor Jézus erre a világra érkezik, ennek a rendjét megmozgatja, átalakítja. Jól lehet szeliden jön, szelíd szóval közelít valahányszor, de a hatalmasok, a gazdagok meginogni látják saját trónjukat. Bennünk is lakik ez az önirányítottságnak Heródese. Még az egyik püspök mondta Bér Miklós, hogy önszórakoztató gettóegyházzá nehogy legyünk. Figyeljünk arra, hogy elkényelmesedő, nagyon is kontrollált életünket Isten kibillenteni szeretné. Mi fotel kereszténységnek mondjuk, amikor kanapé kereszténységnek, amikor úgy minden berendezett az életünkbe, csak Isten nehogy felzavarja azt. Nyugtalanító, zaklató, egy pici tüske ez a mai üzenet. Ami azt jelenti, hogy a magabiztosságodat, ha egy picit is engeded megingatni, Isten valami újat hoz, valami nagyszerűt, új utakra indít. Vigyázz, ne szürküljön el a kereszténységed. Nos, ne Heródesnek a nyugtalansága, hanem ez a megváltótól jövő, a szeretetnek aggódó, lelket felkavaró nyugtalansága legyen a miénk, ezt az üzenetet bízom a testvérekre. És így keressük a szeretet nyugtalanságával, hogy kikhez küld bennünket az Isten, kiknek az életén tudunk változtatni, segíteni az örömhírrel, vagy akár konkrét cselekedetekkel. Legyen ez a szent nyugtalansága miénk, az ökumenikus ima héten is, azon is túl vigyük el ezt az üzenetet. Láttuk csillagát keleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Hogyan tud vigaszt és reményt adni ez az üzenet az ökumenikus ima hétre, nekünk is, nem csak a közel-keletieknek. Úgy, hogy a csillag már megelőlegezetten az Úrnak az ajándéka. Még mielőtt a tudósok elindultak volna keresni a kisdedet, a csillag már előzetesen megjelent, ez Istennek a megelőlegezett szeretete. Azután a csillag halványan fénylik, de mindig állandó a ragyogása. Nem olyan, mint egy pláza, ami hangos, mint egy reflektor, de mindig egy állandó szeretetet ajándékos számunkra. És látjuk azt, hogy lehetőségünk van mindig, hogy ezt a fajta szeretetet viszonozzuk Istennek. Kiemelik a közel-keleti keresztényeknek
a tanácsa, hogy a perifériára szorultakkal, hogyha törődünk, akkor tényleg hitelesen tudjuk megélni a reménynek és a hitnek az útját. És így még a legnehezebb körülmények között is nem csak külsőleg láthatjuk a csillagot, mint ahogy az idézet jelzi, hanem bensőleg, ami szívünkben is létre tud jönni, az egység, az ima héten együtt imádkozva, a szeretetnek, Isten országának a ragyogása.